Medvetó, Szent Annató, Békásszoros, a Fogarasi Havasokban, ami fantasztikusan szép élmény volt. Saját romániai és erdélyi élményeiről beszélt Brun Györgyné, a Szekszárdi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, a 26. Körösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzverseny döntőjének megnyitóján Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban. Az egyéni tanulmányi verseny döntőjébe Kárpát-medencei magyar középiskolás tanulók jutottak tovább. A koronavírus kapcsán bevezetett rendkívüli óvintézkedések miatt azonban a szekszárdi döntő nemzetközi jellege sajnos idén elmaradt. A Magyarországgal határos országokból csak egy tanuló és felkészítő tanára érkezett, így a továbbjutók csak fele jelent meg a végső megmérettetésen. Az idei döntőbe jutó diákok Románia földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti értékeiből készültek és mérték összetudásukat. Dudás Márk, budapesti végzős tanuló többek között úti könyvekből készült a versenyre. A döntőre úgy lehet le elsősorban készülni, hogy az ember ismeri a feladatokat, ezek meg voltak adva, szóval ez ebben sokat segített, meg a tavalyi tapasztalatok is segíteni tudtak ebben nekem. Ugyanakkor, ami nagyon hasznos mindig, minden évben, az, hogyha az ember úti könyveket néz elsősorban, ez most jelen esetben lehetett erdélyi és román egyaránt, mindkettőben hasznos információkra találtam, és ez kulturális szempontból, valamint tényleg földrajzilag is olyan dolgok vannak ezekben, amikből tényleg sokat meríthet az ember, és maga is rácsodálkozhat, hogy milyen érdekességek vannak itt. 8 útvonalnak a leírása között egyaránt találhatók romániai típusúak és erdélyi típusúak is. Az erdélyi típusúak között, mint például mondjuk a Bánság, Temesköz, Bánati hegyvidék, ezekkel kapcsolatban, meg erdélyi középhegység, ezekkel kapcsolatban tényleg olyan útvonalakról beszélhetünk, ahol a gyalogtúra az egy nagyon opcionális megoldás lehet. A másik esetekben, amikor például Dobrudzsát kell bejárni, vagy mondjuk Havasalföldet, akkor pedig inkább az autó az a közlekedési eszköz, amivel haladni lehet. Ugyanakkor minden esetben fel tud az ember fedezni olyan érdekességeket, amiről nem is gondolta volna, hogy ezek ott vannak. Erdélybe többször is jártam, mert édesapám ő partiumi származású, nagyváradi, és ezért ezzel a környékkel ismerős vagyok. Ugyanakkor a Kárpátokon túl csak átutazóba voltam. Ez a tájegység alapvetően alföldi jellegű, viszont a Kárpátokból lefolyó folyók jelentős hordalékot hagytak az Alföld északi részén. Utazásunkat Havasalföld nyugati részén kezdjük, a Vaskapuszorosnál, melyen két duzzasztógát is épült, Szörényvár román nevén Turnus Severin térségében, mellyel megemelve a vízszintet a Vaskapuszorosban, ezáltal hajózhatóvá tették még későbbi időkben ezt a folyószakaszt, ezáltal lehetővé vált a kereskedelem és a folyami szállítás a Duna folyón, akár a Fekete-tenger felé, később a megépített Duna-Majna-Rajna csatorná révén egész az északi tengerig is hajózható volt ez a folyó. A magyarok őshazáját kereső világutazóról elnevezett verseny célja, hogy a magyarországi és a határon túli magyar diákok jobban megismerjék a Kárpát-medencét, illetve Európát. A hagyományos feladatsorok mellett interaktív, vetélkedő jellegűeket is beépítettek a feladatsorba. Ilyen például egy a szervezők által meghatározott útvonal idegenvezetői stílusban való bemutatása, mondta Huszárik Imre, igazgatóhelyettes. 20 tanuló jutott a Kárpát-medence különböző iskoláiból, határon belül és határon túli iskoláiból a Kárpát-medencei döntőbe, mégpedig olyan módon, hogy decemberben volt egy országos válogató forduló, egységes időpontban ugyanazt az írásbeli feladatlapot kellett megoldani, és a legjobb 20 eredményt elért versenyzőt hívtuk be a döntőbe, azzal a megkötéssel, hogy iskolánként maximum 2 főt hívunk be, és ilyen módon egy kicsit próbáljuk gazdagítani az iskolák tárházát, mert egyébként lehet, hogy kevesebb iskolából jönnének csak, mert vannak iskolák, akik erre a versenyre nagyon kihegyezik magukat, hogy fogalmazzak így, és onnan akkor esetleg több versenyző is bejutna, úgyhogy emiatt így döntöttünk, hogy lehet, hogy ez a szakmaiságon egy kicsit csorbít, de ugyanakkor mégiscsak a résztvevőkörét bővíti. A
Az itteni feladatok nagyon változatosak. Igyekszünk nem hagyományos földrajzversenyt lebonyolítani, hanem nagyobb hangsúly van a szóbeliségen, a gyors reagáláson, tehát egy kicsit vetélkedő irányába elvinni a versenyt, illetve nem hagyományosan csak földrajzi témákat, hanem jelen esetben éppen Romániából a hagyományos természeti, társadalom, földrajzi témákon kívül a gasztronómiától a híres emberen, elsősorban a magyar történelemhez kapcsolódó történelmi eseményeken keresztül mindenféle kulturális, különleges rekordok, tehát szélsőségek, minden előfordulhat a verseny során különböző írásos, illetve szóbeli formában, és ami talán a versenyünknek a speciális része, az az úgynevezett idegenvezetés. Ez úgy néz ki, hogy előre megadunk 8 területet az országból, és a versenyző a döntőre való felkészülése során egy tetszőleges útvonalat kiválaszt, egy létező, valóságban mondjuk például autóbusszal bejárható útvonalat választ ebből, és ezen képzeletben végigutazva elmondja az adott területnek a nevezetességeit. Következik egy természeti forma, tehát hogy mit látunk a képen, mi az a természeti egység, táj, mi a neve. Ja, ez még bocsánat Kóskálynak a... Igen? Békásszoros. Pontosan, ugye nemzeti park, annak ellenére egy mindig nagy zsibvásár van itt a szorosnál, tehát ez is akkor a kérdés az, még egy nemez, ehhez kapcsolódóan, hogy a keleti Kárpátoknak ez melyik övezete, melyik kőzet, hogy látszik a képen is, tehát magyarul a képen milyen kőzetet látunk? Mészkő. Tehát ez a mészkő szírt övezet egész pontosan. Az első helyezett 5 napos külföldi utazást nyer Erdélyben. Egy erdélyi Dél-Kárpátok belé 5-6 napos utazás, körutazás, kimondottan földrajzi szakmai programmal történő utazás lesz a fődíj. Ez nem egy hagyományos turista út, amit mondjuk az utazási irodák kínálatában szerepel, hanem ez kimondottan földrajzos, tehát nagyon különleges, nem turisták által nem látogatott, nem ismert helyek, hanem ez nagyon szakmai jellegű, és nyilván földrajzi szempontból érdekes helyek felkeresése történik ennek a programjában.